Szerényi Szabolcs, húsleves. Azon az estén sem bírtam normális időben elindulni, mire végeztem az edzéssel, zuhanyzással, már 11 volt. A klub valahol a 16. kerületben rejtőzött, életemben nem jártam arra. Húsz percet átsarogtam az őrsvezér terén, mire jött végre egy busz. Már majdnem éjfél volt. Már azt olvastam a fórumokon, hogy olyankor indul csak be igazán a buli. Nagy nehezen megtaláltam az épületet. Annyi volt kírva, hogy panzió. Negyvenes, dekoratív nő fogadott. Kifizette a tetemes belépőt, ami legalább a fogyasztást is tartalmazta. Az első másfél óra meglehetősen unalmasan telt, jó csaj alig akadt, illetve aki akadt, azt nehéz volt megközelíteni. Egy imádnivaló, szemüveges bölcsészlányt nézegettem ugyan, de annyira belemászott a pasajába, hogy ha eleget ittam volna, akkor sincs merszem oda menni hozzájuk. Rajta kívül két jó csaj került még elő, de ők is folyamatosan egy vízna, cigiszagú fickon csüngtek, akiről sugázott, hogy mekkora királynak gondolja magát. Mondjuk, mikor az egyik kabinba bekokucskálva megláttam, hogy az egyik lány az arcán lovagol, a másik épp magába helyezi a farkát, én is ugyanezt gondoltam. Végül letettem róla, hogy aznap este összejöhet valami. Tébláboltam, sétálgattam, dumáltam egy koromberi sráccal, meg a nagyszájú pultos csajjal. Ittam pár fröccsöt, kajáltam, mert a svéd asztal is volt. Két vodkára volt szükség, hogy feléledjek. Az első terepszemlém alkalmával észrevettem, hogy az emeleti részen kis szobák vannak, és az egyikben valaki lelkesen kényeztet egy nőt. Elsőre csak belesni mertem, de a két feles felbátorított. Gondoltam, megnézem újra őket. Elsétáltam a lépcsőn, a szoba ajtaja továbbra is nyitva volt, viszont a férfi már lefelé tartott. Nincs kedved beszélni hozzánk a feleségemmel? Nem voltam felkészülve, hogy megszólít a lépcsőfordulóban. Hirtelen köpni nyelni alig tudtam, ám erre mégsem mondhattam nemet. Nagy darab, negyven körüli barátságos fickó volt, egészen pontosan elmagyaráztam, mi a dolgom. Miközben a felesége franciázik neki, én hátulról keféljem meg a nőt. Magamhoz vettem egy gumit, melléjük heveredtem. Valószínűleg a nőnek is bemutatkoztam, talán még kezet is fogtunk, netem, puszi-puszi is volt. De az első emlékem mégis az róla, amikor befogadón elém térde. Féltem kicsi, hogy nem fog felállni, mert nem találtam különösebben vonzónak. Viszont az újdonság, extremitás, mérhetetlenül felizgatott, így rövid idő alatt készültségbe kerültem. Próbáltam eltalálni, milyen a tempó, amit leginkább élvez. A férfi közben átengedte magát neki, és nem is kellett sok hozzá, mély sóhajtásokkal a szájába élvezett. Mikor a férjének orgazmusa volt, a nő is jobban élvezte. Rákapcsoltam a tempóra, egészen kifulladtam, mire végeztünk. Péhentünk, beszélgettünk egy keveset, megtudtam, hogy már 15 éve házasok. Később csatlakozott hozzánk a korombeli srác, akivel előtte iszogottam, őt is a férj vonta be. Onnantól kezdve felváltva hatoltunk a nőbe, egyikünk dugta, a másik simogatta, és aki épp nem volt benne, azt egyik kezével igyekezett kielégíteni, de közben azért a férjét is folyamatosan kényeztette. Végső soron négyen vonaglottunk, kavarogtunk azon a Grönland méretű francia ágyon. Három emberrel keveredtem szexuális játékba úgy, hogy egyikük nevét se tudtam. Na végén mindhárman a női testére élveztünk. Fél hat körül lassan zárt a klub az utolsó vendégek voltunk, meglehetősen fáradtak. Lezornyoztunk, ettünk pár falatot, majd hazaindultunk. A srác hívott egy taxit. A házas párral együtt sétáltunk ki a busz megállóba. Milyen húslevest fog nekem főzni ezután az asszony? Lelkendezett a férj. Vasárnap hajnal volt, már előbb a nap, halványan éredezett a külvárosi utca. A megállóban várakoztunk egy darabig, a feleség kedvesen mosolygott, én csendben álltam mellettük, nem szóltam, jött a buszok, köszöntek, elmentek. Az éjjáratomra néhány percet még várni kellett. Áltam ott a hűvösben, és értelen úgy megsajnáltam őket, majd megszakadt értük a szívem. Aztán a húslevesre gondoltam. Eszembe jutott, milyen régettem anyám húsleveséből. Eldöntöttem, a következő hétvégén meglátogatom.